Így most már kezdi alakulni, nagyon jó. Gondolod, így jönni, kicsit vissza a fúzi balra, ne annyira a sok fúzi. Ugye, mondtam ezt, hogy megcsináljon, hogy belejöttem. Nem kéne elhagyni. Elnök úr, te jössz. Gratulálok.
Hát akkor köszönöm, nekem ez jó. Ja, újabb. De nem, megyek én itt. Nyugodtan. Nem. Hát akkor Isten segedelmével kezdjük. Nagyon jó. Figyelem a technikát! Ez a jó technika! Ez nagyon jó ez a technika! Mostabban már egész a pán hozzá lehet nyomni! Ez nekem nem fog így menni, ezt már látom! Igaz, Marikám, lassabban, mert egészebb, hogy nyomja, akkor ez. De az a szerencse, érted, hogy most már mindenki megnézte Pistát, tudják, hogy ő nagyon tud, úgyhogy... Ja, meg eltanultam. Én nekem már nem is te csinálom. Pista, jobbról balra, ne csinálj semmi más. Jobbról balra, semmi más. Ha végigmész, akkor beállok az elejére. Ez volt az első lépés a kézikasza után.
Megkérjük, hogy tart az igaz lépés. Csinálja a vedeket. Így, hogy a rekcenter ne ez mögött. Csak helyben legyen. Jó, el is lehet engedni. El is lehet engedni. El lehet, csak figyelem. Jó 12-esnek ilyen meghajtója volt, de van rúgó. Kettő volt egy más. Így van, nem tudom, te én még azt most ezt a szerkezetet életemben se láttam ilyen. Nem egyedül vagy itt ehhez. Életemben se láttam ilyet, pedig hát nem az, hogy olyan sokat, de 52 évet már megéltem, de valahogy nem jött össze ilyen tibikén. Na most ez, az ilyen szerkezet mindenre rátegelhető. Az 50-es években gyártott a Moson-Magyaróvára a pinkaszát, annak megvan a rajza minden, csak nem terjedt el, mert elég igény. És utána csinálták ugyanezt a szerkentűt, csak ide egy asztalt, meg motollával. És akkor leraktam mellé. Ez csak ilyen két életű valami. Tehát a kézi kaszálás után ez volt az első. Uh-huh. Ez csak könnyebb. Meg termékenyebb, amikor megy. De azt ezzel lehet, akkor nem csak így, hogy hívják, hogy ezzel lehet vágni akármit, nem? Füvet. Füvet, meg lucernát, minden, nem? Akkor a én brit motoros minyíromnak a előkészít korábbi elégje. Kicsi, jóval kicsi. Kevesebb az olajcsere igénye. Igen. Hát nem biztos azért, mert azért a két erő az versenyképes. Az abfogyasztás, meg ilyesmi a lovasnál. Nem, Tibi? Egy dolog van, de azért dolgoztak is meg. Ne! Dáma ne! 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 Jó! 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 Kicsi! Majd fog kifelni. Köszönöm, hogy megnéztétek!